ezer IT-s hiányzik csak a magyar piacról, ráadásul a női munkavállalók aránya az IT-sek között az egy elképesztően alacsony 8-10 százalék, és mindez úgy jön létre, hogy a Microsoftnak egy 2017-es kutatása szerint a a fiúk és lányok, iskolások, 14 év alattiak között készítették, hogy ott egyébként a fiúk és a lányok érdeklődése a különféle STEM tantárgyak iránt egyáltalán nem különbözik, aztán a gimnáziumban ez rettentő módon megváltozik. Mit lehet ezzel tenni, mit kell ezzel tenni? Ugye erről fog most beszélgetni Veres Rita, hogy egy olyan vállalat, mint a Microsoft az mit tud tenni ezért vagy ennek ellenére. És a Future Generation D- fődíjasával fogjátok ezt a beszélgetést meghallgatni, úgyhogy én át is adom a szót nekik. És a mikrofont is megkaptam, de egyébként feltöltlenítve, hogy köszönöm, Rolanda, a, a gondoságotokat És egyébként Csanak Gabriellával beszélgetünk itt, és tényleg nagyon gratulálok még egyszer a díjhoz nektek. Szia Rita, köszönjük szépen, nagyon büszkék vagyunk rá ezt akartam egyébként először kérdezni, hogy neked ez az, az ember úgy sok mindenért kaphat díjat. Tehát, hogy sok minden dolog ért neked. Ez így benne van az a top három elismerésben, amikor azt gondolod, hogy na azért jó lenne egy díjat kapni, hogy ezt vagy azt csinálom a Microsoft színeiben? Erre még... Hát én tegnap is a díj átvétel után ugye egy picit nyilatkoztam, és utána visszagondolva, hát én majdnem így ugráltam örömömben, Tényleg nagyon örülünk, és nagyon büszkék vagyunk erre a díra, mert tehát ez az egyik legjobb, vagy legtartalmasabb dolog, amit valaki tehet egy, egy ilyen korporát környezetben, hogy hosszú távon tesz a jövő generációjáért. Igen, egyébként már volt ugye egy panelbeszélgetésünk, és ott meg Gabi elárulta, hogy mennyire fontos számára, és ez mennyire egy egy olyan ügy, ami lelkesíti is őt, és én azt gondolom, ebben valóban fontos az, hogy egy értelmet, egy más jellegű gondolatot, érzést hoz bele az embernek a munkájába, és a dolgozóknak a munkájába is. Mindenképpen, ugye ott is ebben az bizonyos panelbeszélgetésben is elhangzott, hogy nagyon sokszor használjuk ezt a mission, vision, purpose szavakat, és egy ilyen program keretében tényleg úgy érzi az ember, hogy ezek a szavak értelmet nyernek. De főleg, mert látod is a lányokat, nem, akik a programban ott vannak. Persze, igen, az mindig nagy élmény, amikor az ember jelen van ezeken a mondjuk ugye az utolsó fordulókon, ahol már ugye mostani környezetben akár személyesen, remélem személyesen is fogunk találkozni most a lányokkal. Egyébként mindjárt számokra is fogunk beszélni, de közben eszembe jutott egy másik kérdés, hogy van-e olyan egy kedves emléke? Tehát mikor volt az a Digi Girls kapcsán, hogy melyik volt ez a pillanat, amikor azt érezted, hogy na, ez így jó, ez, ez egy jó dolog, amit csinálunk, látom, látom hogy mi történik, látom ennek a hatását, mm. látom, hogy ez valamit hozzátesz a világhoz. Igazából én az elejétől fogva imádom ezt a programot, mert tényleg, ahogy a felvezetőben is elhangzott, leginkább arra fókuszál a Digicals, hogy a lányokhoz, a középiskolai korban, vagy akár még egy picit korábban is, kicsit közelebb hozza a tech világot, vagy ezt a digitális élethez, digitális világhoz kötődő szakmát, és mivel én mindig is hittem abban, hogy esélyegyenlőség van lányok és fiúk között, és tényleg majdnem mindegy, hogy valaki fiú vagy lány, az a lényeg, hogy valamilyen téma iránt érdeklődjön, és abban a tudása teljesedjen, úgyhogy emiatt nekem ez egy nagyon, az egész program így a kezdettől fogva nagyon közel áll a szívemhez. És egyébként a számokra visszatérve, ugye említett a Roland is a bevezetőben, a 20 informatikus hiányzik, látjuk azt, hogy az IT-ban dolgozó női munkavállalók aránya csak 8-10 százalék, nagyon sok kutatást is végeztek, figyelitek a trendeket, tehát ez nem csak így jött egy program, gondolunk valamit, nézitek, monitorozzátok, uh -huh. elég konzekvensen történik, tehát hogy mi történik ezen a területen, hogyha jól értem. Igen, igen, majdnem minden évben, vagy igen, minden évben van erre vonatkozó kutatása a Microsoftnak. Ez valójában nagyon érdekes, mert ha az ember így visszanézi a Ezeket a kutatásokat mindegyikből valahol az derül ki, hogy eleinte, még így az általános iskola végéig is a lányok és a fiúk körülbelül ugyanolyan érdeklődést mutatnak természettudományok iránt, matematika, fizika, bármi legyen az. És valahogy nagyon érdekes módon ez középiskolában szétválik. Ezért is van az, hogy a DigiGirls programunk az elsősorban a 12 éven felüli, lányokra fókuszál, bár majd, ha lesz lehetőségem, akkor elmondom picit részletesebben is, hogy miről szól ez a konkrét DigiGirls AI Challenge, amivel tegnap ezt a fantasztikus díjat nyertük. És tehát tényleg ott középiskoláskorban valahogy elválnak ezek a elvárások a fiúk és a lányok felé, és a lányok kevésbé érdeklődnek onnantól kezdve a matek iránt, a fizika iránt, meg általában így a digitális tudományok iránt. És milyennek azok? Elbátortalanodnak, hiányoznak a példaképek? Mi történik itt a háttérben? Mit mondanak a kutatásaitok? Hát ebben sok minden van. A példaképek mindenképpen hasznosak abban, hogy higgyék azok a lányok, akik ebben a környezetben is még továbbra is érdeklődnek a természettudományok iránt, hogy igenis van út, és mi és tehát a Microsoftnál nagyon sok program keretén belül törekszünk arra, hogy példaképeket is mutassunk a lányoknak, illetve tehát az ő alkalmazásuk is egy kiemelt fontosságú célja a Microsoftnak. A Microsoftban most hány százalék a női munkavállalók aránya, kb.? Hát nem, nem vagyunk a legjobb fázisunkban, Aha. egy kicsit, tehát ennél jobb is volt, de körülbelül 35-40 százalék, tehát azért a tech világban ez viszonylag magas. Ez nagyon kiemelkedő. Így is. Tehát hogy így, amit ezt beszéltünk erről, hogy ez inkább 8-10 százalék körül van, ahhoz képest azért nagyon felül teljesítetek. Ez szép, de igazából, de igazából... Lehet, lehetne Aha. lehetne akár 50 is vagy bármennyi. És a makroszintű számokra visszatérve, hogy ezeket a számokat, amiről beszélünk, ezt ennek a problémáját így érzitek a bőrötöken is ma a Microsoftban, vagy inkább van egy előretekintésetek, mit prognosztizáltok, hogyan fog ez változni. Ha jól tudom, akkor a STEM szakadék az inkább nyílik, tehát világszinten, amikor nézzük, akkor azt látjuk, hogy bármilyen képzések vannak, nagyon lassan tud lépést tartani ezzel a képzés és az attitűdök megváltozása. És én jól tudom, akkor ennek az ollónak inkább a szélesedésére számítunk, akkor, hanem nem indítunk ilyen programokat, mint a DigiGirls. De hogy ti mit láttok? Érzitek-e a bőrötökön? Mire számítatok a jövőben? Milyen prognózisokra kell felkészülni? Mi próbálunk azért tenni, hogy ez a bizonyos digitális szakadék, vagy olló ez ne nyíljon tovább igazából a lányoknak az érdeklődését kell ez iránt a terület iránt fenntartani, és hát bármely cég, aki ebben, vagy a tekvilágban, vagy akár a telekommunikációban dolgozik, arra buzdítanám őket is nagy lelkesedéssel, hogy tegyenek ezért. Szóval akkor ezt érzitek, várjátok, és minden. Tehát én előbb elébe akartok menni, minél több partnerrel van. meg lehetőséggel. Mesélsz kicsit többet a programnak a céljáról, meg annak a kimeneteléről, uh -huh. hogy mi történt itt közben? Igen, hát végül is a DigiGirls AI Challenge, ez egy globális program, most már 2019 óta működik, és ezt Magyarországon is azóta csináljuk, de valójában akkor kapott szárnyra, amikor a Schoolnak a digitális tudásért alapítványával elkezdtünk együtt dolgozni és most már nem egy rövid kampányszerű programként futtatjuk, hanem a tavalyi évtől egy egész évbe, évet átölelő programmal fejlesztettük ki együtt. És a tavalyi programunkhoz 200 lány csatlakozott. Itt két korosztályban szoktuk a lányokat bevonni ebbe a világba. Az egyik a igazán fiatalok, 8-11 évesek és egy picit nagyobb a csoport általában a 12-18 éves korosztályban. Tehát tavaly 200-an voltak, és az ezévi programban éppen most fut a jelentkezés. A Logi School oldalán lehet ezt elérni. Úgy szoktuk csinálni, hogy először van három forduló, amikor a technológia világához, a biztonságos internetezéshez, és hasonló témákhoz kapcsolódó ö, kvízek vannak, különböző szintű kérdésekkel nyilván a két korosztálynak. Akar, egyébként te meg tudnád válaszolni mind. Hát remélem. <tos> <tos> remélem. És utána, amikor ezen végigmentek, akkor utána áprilisban van az, amikor az ő ötleteiket kell leadni, és az ezévi programunkban, amire ötleteket várunk tőlük, az éppen az, hogy a valamilyen technológiai megoldással, appal, appfejlesztéssel, vagy AI-hoz kötődő megoldással, hogyan lehetne a gyerekek életét segíteni a jövőben. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk az ezévi ötleteket. Tavaly is nagyon izgalmas dolgokat hallottunk. Szóval az első forduló, vagy az első része akkor maga a kvízek, ami egy szélesebb kört elér, uh -huh. aztán jön a kihívás. Így van. És aztán pedig még van egy harmadik fázis. És ugye? május végén van az a forduló, amikor találkozunk is velük, és megnézzük közösen a legjobb ötleteket. És egyébként idén, ugye a COVID miatt, én tudom, hogy csináltátok a digigirls Tehát nem mondtátok azt, hogy akkor most ezt felejtsük el, költségcsökkentések, nem tudjuk, hmm. mi lesz idén. De egyébként ez, ez könnyű döntés volt-e, vagy egyértelmű volt-e, hogy megcsináljátok? Csak akkor nem mindent olyan formában, hogy terveztetek. Ö, könnyű döntés volt. Abszolút nem az a program, amit bármilyen módon vagy bármi miatt szeretnénk leállítani. Hát az összes programunkat ugyanúgy, mint más cégeknél is online formára tettük át, és így fejeztük be a DigiGirls-t. Azért nekem nagyon hiányzott az a bizonyos májusi találkozó a lányokkal, mert az mindig nagyon inspiráló nekünk. Ki lehet elképzelni, hogy mi történik? Hát végül is ez egy ilyen egynapos, vagy egy ilyen rövid program, ahová nagyon örülünk, mert Microsoftosok is így önkéntesként be szoktak csatlakozni, és akkor ott megnézzük a beérkezett pályázatokat, vagyis a legjobbakat, és az előző időszakból szoktunk hívni győzteseket, vagy olyan lányokat már, akiket korábbi években találtunk, és nagyon inspirálónak találunk, mert fiatalok, és valami nagyra hivatottak, úgy érezzük a tech világban, és ők egy ilyen inspirációként szolgálnak az éppen az évben pályázó lányoknak. Voltak egyébként olyan ötletek, amik tényleg ilyen nagyon meglepőek voltak, vagy neked akár nem tudom, hogy fel tudsz idézni olyat, ami így a kihívás során itt téged is meglepett, és egy izgalmas ötletnek tartottad? Hát, tényleg ilyen nagyon, nagyon sokrétűek az ötletek, tehát nem tudom én a ö, zongorázó robottól kezdve, tehát hogy tényleg nagyon sok mindent hoznak a lányok. Nyilván itt, mikor értékeljük, akkor azért arra fókuszálunk, nyilván figyelembe veszük az életkorukat, illetve azt, hogy ö, milyen szintű ötleteket tudnak hozni, vagy milyen inspiráció az, amiből táplálkoznak meg nyilván azokat a kritériumokat, ami alapján, amiket kiírtunk ugye a pályázatnál, hogy milyen célt kell szolgálni annak az ötletnek, amit ők behoznak. Az egyik része az innovatív megközelítéseteknek, hogy a példaképek használata, ugye erről ma már egy kicsit volt uh -huh. szó, vagy az előbb említetted, és uh, tudom, hogy például az egyik példakép a School-ban tanuló 16 éves programozó Bogi, akit influencer kampányarcának választottatok, 15 éves Lili, aki már 5 éve saját applikációkat fejleszt, és segítségével az előesemény megtanulhatták saját applikációt készíteni a versenyben a résztvevők, és például Dóra, aki 20 évesen már HoloLens fejlesztő egy hazai nagyvállalatnál, ami szerintem ilyen fantasztikus élettörténeteket uh -huh. akarnak hogyan választottátok ki a példaképeket, vagy hogyan, hogyan használják, vagy most ez rosszul használni, hogyan tudtok velük együtt működni, uh -huh. és ezt elterjeszteni a lányok felé. Hát igazából tényleg mind a három lány, akit itt említettél, fantasztikus emberek, nagyon tehetségesek, egy nagy, nagy jövőre hivatottak, és nem nehéz őket meggyőzni akkor, amikor megkérjük őket, hogy inspirálják a lányokat, hiszen ők is voltak ugyanebben a fázisban, és nagyon jól tudják, nagyon jól átérzik, hogy milyen sokat adhat az, ha valaki, valamilyen rolmodell áll előttük, és biztosítja őket arról, hogy ez az út létezik, és igenis el kell rajta indulni. És egyébként, hogyha egy kicsit előre megyünk a jövőben, akkor mit látunk azzal kapcsolatban, hogy ha egy most egy kicsi időutazás, hogy mondjuk három év múlva ránézünk a programotokra, akkor szíved szerint mit látná, hogy ez hova jutott el, mennyire mély lett, mennyire kiterjedt lett, mi, milyen hatást tudsz elképzelni, és itt szóval, tudom, hogy nincsen kristálygömböt, csak kíváncsi vagyok kicsit az álmokra és ennek kapcsán. Az igazság, hogy én így számok embere vagyok, és mikor elkezdtük ezt a programot Magyarországon, akkor tehát néhány tíz lány volt az, aki első időszakban csatlakozott hozzánk. Az a tavalyi 200 lány már számomra egy ilyen nagyon jó mérföldkő volt, és mindenképpen szeretnénk folytatni ezt a programot, és én szeretném azt látni, hogy a, a lányok ezt egy ilyen Iránymutató vagy útmutató programnak veszik, és egyre többen csatlakoznak ehhez, és már nem 200, hanem akár 2000 lesz az a szám, amit láthatunk mondjuk három év múlva. Szerintem ez nagyon jó hangzik, meg tényleg tudom ismerem a hosszú távú elkötelezettségetek a program kapcsán, és kicsit megtérülésről akartalak kérdezni. Én tudom, hogy nektek ez egy stratégiai cél, egy stratégiai befektetés a jövőben. Milyen típusú megtérülést vártok ettől, ha vártok ettől megtérülést? Igen, ezt a kérdést nagyon szeretem, mert... Örülök neki. Nem mondod <laughs> Igen, mert sokszor... az, hogy semmiért, vagy nem? Nem. Igazából amire ki akarok térni az az, hogy nagyon sokszor ezeket a programokat én egy csak CSR programként látják emberek, és tehát én nagyon örülök akkor, amikor az a szó, hogy hosszú távú, vagy stratégiai elhangzik a kérdésben, mert Microsoft számára nem csak a fiatal lányok képzése, vagy ez a digitális út megmutatása a cél, hanem nekünk valóban ez egész oktatás, a digitális oktatás, a jövő biztos, tehát egy biztos, digitális biztos jövő felkészítés nagyon fontos célunk, és az a szó, hogy skilling, meg digital skilling, de nagyon magasan van a stratégiai pontok listáján nálunk, úgyhogy nem csak ez a programunk, hanem nagyon sok olyan programunk fut, ami az ügyfeleinknek a digitális képzésére vonatkozik, vagy a velünk dolgozó partnereknek, vagy akár civil szervezeteken keresztül digitális tudás eljuttatása a magyar piacon mindenkihez, akihez el tudunk jutni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sajnos lejárt az időnk, de nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, és tényleg gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen, kös köszönjük!